Sziasztok! Ahogy a videó címéből is láthatjátok, egy bevásárlós videót hoztunk most nektek. A Penny-ben jártunk, de mielőtt rátérünk a bevásárlós részre, szeretném nektek megköszönni a heti Instagram posztomra adott visszajelzéseteket. Nagyon-nagyon örülök, hogy másoknak is vannak ilyen jellegű élményeik, és elő tudtam ezt hozni. Na, nézzük is akkor a bevásárlásunkat. Szerintem kezdjük itt a jobb oldalon. Ez nem a mai bevásárlás része, ez a tegnapi. Elmentem megint a magyar boltba, mert hogy egyébként arra felé volt utam, és nézzétek meg, hogy nagyon-nagyon szép kolbászt vettem, úgyhogy ennek nagyon örültünk. Hoztam ilyen csípős erős pistát, amit én még ilyen formában nem is láttam, csak az üveges kivitelben. Hoztam pöttyös túrórudi, tehát igazából megmondom őszintén, ez kár volt, mert ezt Hani nem annyira eszi, mint ahogy én gondoltam, hogy ő neki ez akár hiányozhat. Ami nagyon jó volt, és amikor megláttam, akkor jöttem rá, hogy mennyire megkívántam, ez a paranyica sajt. A másik ilyen pedig ez a vegyes felvágott, nagyon-nagyon finom, isteni finom, úgyhogy ennyit a magyar boltról. Na és akkor nézzük a többit, a Penny-ben voltunk, láthatjátok, bevásárolni, hoztunk négy tejet most, mert van még kint, hoztunk két olajat, az olajokon kívül akkor hoztunk még két fajta tésztát, az egyik ez a pappardelle, ezzel nagyon-nagyon finom olasz tésztát szeretnék csinálni, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy kaptam ilyen változatot. A másik pedig ez a csiga jellegű, és hát ez pedig azért, hogy legyen itthon. Mondtam nektek a múltkori videóban, hogy mindig fogok mondani ilyen kis német sajátosságokat. Hát itt is van az első, méghozzá az, hogy itt nálunk egész évben lehet kapni ezeket a színes tojásokat, főtt tojások. Úgyhogy nagyon-nagyon klassz. Mostanában szoktunk rá erre, hogy veszünk egy ilyen tojást is, mert hogy ez csomagolni és hétvégén enni sokkal-sokkal könnyebb. Van nagyon jó klassz tojásszeretelőnk is, úgyhogy tényleg megéri így megvenni, és ez itt tényleg nálunk Németországban egész évben kapható. Hoztunk tehát egy főtt tojást, és hoztunk egy sima nyers tojást is. Csomagolni valóknak sajtokat, és egy-két fajta felvágottat, egy szárazat és egy ilyen sonkatáj jellegű dolgot. Van itt egy üdítő, egy HSC, és húsikat láthattok még itt. Látjátok, van egy 1 kilós csirkemell legalul, és van két darált húsi, illetve egy ilyen gulyás húspöri pörkölt hús, amit majd el is mondok nektek, hogy fogom a héten őket felhasználni. Akkor, ha tovább megyünk, akkor itt vannak ilyen hűtőkészítmények, kencék, ugye? Ezeket már megbeszéltük, hogy kencéknek hívjuk, ezeket a friss kézéket. Hoztam egy ilyen magas protein tartalmú kávéspudingot, egy tejfölt, kétféle joghurtot, illetve most ez a Kerrygold sós vaj volt, látjátok, 400 g-os, és ez tök jó árva volt. Aztán szárazárónak pedig hoztunk egy műzlit, ja, köszönöm, egy műzlit, illetve egy panírt, mert hogy Hanikám, mit is kértél? Gombócot, ugye? Egy gombócot fogunk ma sütni, és nem tudom, hogy van-e itthon most panír, úgyhogy biztos hoztunk. Akkor, és aztán van ez a fajta ételízesítő, úgyhogy most egy ilyet választottunk, illetve van kétféle lekvár, ezt nagyon szeretjük, ezekből hoztunk egyet-egyet, illetve egy kávét, és akkor a kutyusoknak hoztunk még kaját. Na, és akkor hoztam egy ilyen Swiffer törlőkendőt, illetve tehát egy ilyen szett gyakorlatilag, amit
most választottunk, mindig a Rossmannos változatot szoktam ebből a Swifferből venni, és hát nagyon-nagyon rossz minőségű, és többször múltkor megvettem, és első nap eltört, úgyhogy gondoltam, hogy kipróbálom ezt a Swiffert, és hát kicsit több reményt fűzök hozzá, remélem, hogy beválik majd. Itt van egy ilyen tabaszkó szósz, nem vettünk még így, ilyen koncentrált formában, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Mellette van a hangosnak egy ilyen bambusz fogkefe, és vannak itt ilyen sütési kellékek, láthatjátok, cukor, meg kaptam végre mákot, darált mákot, ilyenkor ezt meg kell venni, és egy kis vaníliás cukor, tehát ilyen apróságok a sütéshez. Akkor jöhetünk tovább, itt vannak a zöldségek, meg a gyümölcsök. Na, akkor itt van lilahagyma, úgyhogy azt is tök jó árba volt, van még itthon, de most hoztam. Van banán, látjátok, ez a lila szőlő tök jól nézett ki, úgyhogy ezt úgy megkívántam. Hoztunk narancsot, ami hogyha nem annyira finom, hát sajnos jártunk már így idén többször, hogy nem volt olyan finom, de semmi baj, mert le tudjuk préselni, és akkor megisszuk. Úgy általában el szokott fogyni. Brokkoli, illetve kápia paprika, talán ez fél kilós kiszerelés volt most. Akkor Balázsnak hoztunk egy pár doboz sör, illetve van itt egy ilyen fertőtlenítő tisztítószer. Szeretjük a Penny-ben ezt a krumplis kenyeret, ilyet hoztunk, illetve hoztunk egy ilyen zsömlécskét, amilyen gyakorlatilag kalács tésztából készült, és még vannak benne mazsolák is, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon finom, már ez ki is lett bontva, Hani ebből evett egy falatot. Szóval ezeket vettük most a boltba, és akkor gondoltam, hogy megmutatom nektek, hogy alakul ehhez képest a menütervünk. Nagyon-nagyon magyaros kajákat fogunk enni most a hétvégén, úgyhogy azért is vettük ezeket a húsikat is, illetve volt még itthon is, megmutatom nektek. És ja igen, itt van még, hát a magyar boltba vettem még száraz babot is, úgyhogy igen. Ez volt még, amit ott vettem, és már is mondom, hogy egy nagyon jó kis, reméljük, hogy jó kis babgulyás fog készülni, tehát itt tényleg igazán magyaros dolog. Ahhoz van egy ilyen kis Newton steakem, és azt fogom hozzátenni, illetve, hát megmondom őszintén, hogy kocsonyát nagyon szerettem volna készíteni, de hát egyszer nem volt olyan az idő, hogy ezt így meg tudtam volna oldani, úgyhogy ezekből a kis mini csülkökből és a gulyáshúsiból pedig fogok készíteni egy nagyon-nagyon jó kis, reményeim szerint nagyon jó kis pörköltet, tehát ez tényleg szerintem azért ez egy ütős magyar menü lesz, illetve hát ugye Hanika nagyon szerette volna, hogy készítsünk gombócot, amit egyébként mindig a nagymamája szokott neki készíteni, de meg fogjuk most csinálni, úgyhogy azért is hoztam a krumplit, és ezt meg is mutatom nektek, hogy még ott van lent a 4 kiló krumpli. Természetesen nem fogunk 4 kiló krumplit elhasználni, de egy jó nagy adag gombócot fogunk készíteni, és képzeljétek, az volt Hani kívánsága, hogy almás töltelékű legyen, úgyhogy ezt még nem tudom, hogy fogom abszolválni, de szerintem majd ilyen kis almás, fahéjas valami fog készülni. Na jó, hát ennyi lett volna akkor most ez a bevásárlós videó, és nem olyan régen mutattam nektek egy, talán az előző heti menü része volt, vagy kettővel ezelőtt, hogy nagyon finom török étel fog készülni nálunk, és amikor azt elkészítettem, akkor csináltam róla videót, úgyhogy ha nem bánjátok, akkor megmutatom nektek most annak a receptjét is. Igaz, hogy én ezt az Instant Potomban készítettem el, viszont senkit ne tartson vissza, talán mondom is, hogy ezt normál módon hogy lehet, szerintem sütőbe tökéletesen el lehet készíteni. Nagyon-nagyon finom,
lett, úgyhogy tényleg csak ajánlani tudom mindenkinek. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottatok, találkozunk legközelebb, sziasztok! Nézzük meg akkor ezt a török receptet, ami gyakorlatilag egy frikadellen, tehát egy ilyen kis húsgombóc jellegű, vagy ilyen fasírt jellegű dolog, krumplival, paradicsommal, paprikával, hagymával, tehát szerintem annyira nagyon, nagyon haj az a mi ízlésünkre, úgyhogy én nekem ez nagyon megtetszett ez a recept, és akkor gondoltam, hogy elkészítem. Amint látjátok, a krumplikat ilyen szeletekre vágtam, pici hagyma maradt itt, mert a többit, egy hagymát, meg egy szál hagymát belevágtam, vagy földaráltam, és beletettem a húsgolyókba. A húsgolyókba ezen kívül van, megpróbálom közelről megmutatni, petrezselyem, római kömény, van benne fekete kömény, só, bors, egy nagyon-nagyon pici csili, és... ja, és ennyi, a darált hús, meg egy tojás. Úgyhogy ezeket viszont arra gondoltam, mondtam nektek, én az Instant Potba fogom elkészíteni, és azért csináltam meg, hogy egy picit így lepirítottam a húsgombócokat, mivel a zöldségeknek, főleg a krumplinak ilyen szeletek 10 percnél több nem fog kelleni, ezért azt szerettem volna, hogy mindenképp együtt el tudjam készíteni, hiszen ez egy ilyen nagyjából egy tál étel. Meglátjuk, hogy milyen lesz, de az én elképzeléseim szerint jól össze tudom úgy hozni őket, hogy ezt egy picit előre lepirítottam. Hogyha sütőbe csináljátok, akkor ugyanígy meg lehet csinálni, egy picit lepirítani. Én szerintem az ízek is máshogy jönnek ki, mert ez a fajta törökös, keleties ízvirág. Ja, egy nagyon-nagyon pici tahini fűszerkeveréket is tettem bele. Volt itthon, nem kellett volna bele, de szerintem ez is jót fog tenni. Szóval ez a keleties ízvilág, ez elbírja, hogy egy picit így le van pirítva, szerintem. Úgyhogy majd meglátjuk, tehát itt vannak a húsgombócok, ott van a krumpli, és itt vannak a zöldségek, ezen kívül egy pici kis lét fog kapni az egész, egy felöntő lét, amiben én most ilyen vegyes paprikai zöldségmixes pürét fogok tenni, és egy pici húsfűszert, és sót, és ennyi lesz a fűszerezés, ezt egy pici vízzel fogom kikeverni, és az egészet meg fogom vele locsolni. Hogyha elkészült, akkor petrezselyem jön a tetejére, na de azt majd úgyis mindjárt látjátok. Első körben itt van az edényem, igen, tehát én egy ilyen edényben fogom elkészíteni, tényleg tök jól lehet pakolni sütőtálakba is, úgyhogy tényleg az elképzelésetek szabjon neki határt, úgyhogy jöhetnek akkor a hozzávalók. Na hát ilyen lett az összeállított étel, lehetett volna ezt még akár szebben is, de nekem ez tökéletes lesz. Úgyhogy erre most készítem a serpenyőben a szószt, mutatom. Így is van, tehát beletettem ide a piros paprikát, fokhagymasót tettem rá, ezt elfelejtettem az előbb mondani. Ebbe a serpenyőbe gondoltam, mert ebben van egy kis olaj is, ezt egy picit átpirítom, felöntöm vízzel, és ez kerül majd az egésznek a tetejére. Ezzel fogom megpárolni, előpárolni, és aztán pedig átsütni. Na jöhet a szósz, de mielőtt a szószt ráöntöm, vagy ezt a kis levet ráöntöm, látjátok, egy nagyon picit megszóltam piros paprikával és füstölt paprikával, úgyhogy hát itt szerintem egész, megadunk neki minden ízt. Na nézzük. Így, né? Jó. Na mindegy, ez sikerült, hogy sikerült, de sikerült ráöntenem. Jöhet rá a fedő, és akkor meg is nézhetjük, hogy... milyen lesz itt majd a végeredmény. 10 perc múlva találkozunk. Na, most ahogy akkor visszaesett a nyomásjelző szelep, akkor ki tudjuk nyitni az edényt. Egy mozdulat tulajdonképpen, hogy mutassam. És akkor nézzük, hogy milyen lett. Rotyog.
Jaj, nem tudom, mit láttok belőle. Nagyon klassz. Nagyon klassz úrotyog. Hát ez nagyon párásodik most még. Na de se baj. Szerintem így azért. Azért egy picit. Aha, na most, most lett jobb a kép, bocsánat. Szóval ilyen, így néz ki egyelőre. Nagyon klassz. Mindjárt megnézem, hogy a krumpli és a húsi az akkor megfőttek-e. Na, megkóstoltuk, és hát nem tudom, iszonyatosan finom, nagyon-nagyon finom. Na, igen, nem is mondunk ugye egy kajára, hogy iszonyatosan, nagyon-nagyon finom. És hát ahogy láthatjátok, a krumpli is maximálisan megfőtt, és a húsi is egyébként így teljesen jó lett, úgyhogy érdemes volt előtte picit átpirítani, tehát a fűszereken is lehet érezni, hogy sokkal intenzívebbek. Úgyhogy akkor most jöhet az airfryeres fedő, és szerintem még egy ilyen 5-7 percet fogom picit sütni, addig pedig kikeverek egy ilyen görögjoghurtos tejfölös szószt, jó sok petrezselyemmel, és aztán ehetünk is. Legyen akkor 8 perc, és viszont legyen. Szerintem egy olyan 100. Ez egy ilyen 185 fok. Oké, indulhat. Na, akkor nézzük, hogy jelent. Hű, mindjárt csak figyelnem kell erre a fedőre. Jó. Na, hát gyerekek, szerintem ez azért egészen jól néz ki. Így egy picit meg is sült, a teteje megpirult. Én szerintem nem sütöm tovább. Tökéletesnek tűnik egyébként. Úgyhogy most akkor jön rá így is a felvágott petrezselyem. És mutatom, hogy készült hozzá egy ilyen kis petrezselyemes, citromos, joghurtos öntet is. Úgyhogy már is szedhetem.